köszöntök mindenkit, elsősorban a versenyzőket, a táncpedagógusokat, szülőket, szervezőket. Egy fárasztó nap után vagytok, de izgalmas nap után vagytok, és tudom, hogy ilyenkor mindig az a legrosszabb, hogy még azt is meg kell várni, amíg a zsűri dönt, a zsűrinek meg nehéz dolga van, és ezért a dolog elhúzódik, hát ez történt most is, ez ennek gyakran belejárulja. Ez a fárasztó nap után nem akarok hosszan beszélni, azt azért egy picit röviden elmondom, hogy az élet változásai a technikai fejlődéssel összefüggésben magam életkorabeli emberek sokszor érzik úgy, hogy értékvesztéssel is jár a változás, hogy kihalnak dolgok. Én magyar tanárként azt mondom, hogy a nyelvhasználatunkban nagyon sok olyan dolog van, amit hát fiatal kajkairól már nem nagyon hallok, és akkor temetünk dolgokat, temetjük a versolvasást, stb. És aztán az ember mindig álljon, hogy nem biztos, hogy igazunk van, hiszen lehet, hogy a néptáncról is úgy gondolták 60-70-80 éve, hogy ugye régi életformához kötődve nagy jövője nincs. Hát ehhez képest ma itt 101-en voltak, ehhez képest rengeteg együttes van az országban, ehhez képest most folyik ennek a műfajnak a nagy fesztiválja, és mindez azt hiszem bizonyítja, hogy a néptáncot nem kell félteni. Én azt gondolom, miután a néptáncot azért őszintén nem, hogy nem értek, egy dolgot megkockáztatok, hogy a szólótánc legalábbis lélektanilag a fellépés, a kiállás tekintetében mégiscsak nagyobb erőt fogva, mint a csoportos tánc, úgyhogy ezért én külön gratulálok a szereplőknek, és úgy vélem, hogy az ő szereplésük is, meg a tánc egyáltalán, a néptánc egyáltalán hagyományőrzés, a nemzeti kultúra megőrzése, a nemzeti identitás része, és hozzátesz, hogy mindenek előtt önkifejezés is, szórakozás és szórakoztatás, szórakozás az előadónak és szórakozás a nézőnek, úgyhogy én a város nevében még egyszer gratulálok mindenkinek, és akkor izgalommal várjuk meg így Josszot. Köszönöm szépen! Elsőként a Magyar Egregi Hagyományőrző Együttes képviselői fognak a színpadra lépni, név szerint Karsai Tibor és Rózsa Ágnes, Makrai Tamás és Makrainé Kucer Brigitta, Glock Károly, Fülöpné Nákosa Gyurikó, kiegészülve Bischoff Ádám és Ökrös Kata az első Baranyai Szólótánc Fesztivál kiváló díjasaival kísérnek a Magyar Egregi Hagyományozó Néptánc Együttes zenekara. Helyett a Vörösrezes Banda. Thank you.
lassú és friss csárdást fogunk látni. Kirk Zoltán, a népművészet ifjú mestere és felesége Potpát Beáta előadásában, valamint Ignác György Krisztián és Simon Fruzsina, szintén az első Baranyai Szóló Táncfesztivál kiváló díjasai fognak a színpadon táncolni. Kísér a Tenkez zenekar. Thank you.
időben szegény és birjáni táncokat láthatunk majd a színpadon. Részletesebben szegényi karikázót, birjáni és szegényi verbunkot és szegényi csárdást. Táncolni fognak szegényből Fazekas Istvánné, Illa Mátyásné, Jakab Györgyné, Sümegi Imréné, Szűcs Gáborné, Varga Jánosné és két fiatal leányzó Fazekas Csenge és Kertész Adriána. Birjánit Csokona Roland és Orsós József az első Baranyai Szóló Táncfesztivál kiváló díjasai, valamint mesterük Vas Oszkár nívódíjas táncos fognak bemutatni, valamint Molnár Péter, a népművészet ifjú mestere, örökös aranysarkantyús táncos.
táncok után pedig Biszak Dénes Hidasról, valamint párja Tóth Réka, szintén az első Baranyai Szóló Tánc Fesztivál kiváló díjas táncosai, bukovinai táncokat fognak bemutatni, őket pedig a Csurgó zenekar fogja kísérni. Baranyai Szólótánc Fesztivál kiváló díjasai, Katona Bálint és Kruzsei Gina,
Justin Leventek és Ruzsinszki Emma, valamint Mészáros Dávid és Szalóki Dorina kísér a Hosszú Hetényi Népi Együttes zenekara. Fogadják őket szeretettel! Ismeretlen kislány nehéz megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, nem hajlik a karom. Csókolni akarom, nem a kis angyal. Azért rácsos kapunk sárgára van testre. Oda jár a babám minden szombat el. Ne hitöges engőm, kökény szemű babám, a szíved másé. Ha engőm nem szeretsz, maradj az édesanyám.
szólítani a zsűri tagjait mindenként. Először a Pécsi Magura Táncegyüttes, a Hidas Táncegyüttes és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bukovina Együttesének művészeti vezetőjét, Radák János. Köszönöm.
díját a Barcsi Boróka Néptánc Együttesből Farkas Dominikának.
Egyesülettől Kruzsely Cecília és Sarul Zsolt. Thank you.
Attila, Kárász Gergő, Zsók Zsanna, Májer Norbert, Perth Janina és Somogyi Gergő előadásában muzsikál a Csurgó zenekar. Thank you.
és Horváth Gábor, Muzsiká a Vörös Utcában.
sejrei, nyár át sejrei, csárdást és fordulót fog táncolni, Csóka Ádám és Szebeni.
zsűribéli kollégáimmal egyetemben Dávidot és Dorinát találtuk érdemesnek arra, hogy mindkét táncokat, tehát a kötelezőt és a szabadon választottat is bemutassák a gálába, ezért még egy tapsot kérek nekik.
És egy jó kis hetényi, lassú és friss csárás és verbókra szólítom a színpadra Múlt Ádámot, Csokodar Landot, Krúzsely Csinát, Katona Bálintot, Krúzsely Pálmát, Bartalomics Zoltán, Katonányi Kuszt Andreát, Horváth Csabát és Krúzsely Cecíliát és Sarkus Zsoltot. Muzsikál a Vörösrezes Banda, kiegészülve a Koszorúvégi Népvédőtes zenekarával. További szép estét kívánok, remélem mindenkinek sok élményt visz magával haza a mai napról. Remélem sokatokkal találkozunk a táncázban is este. Ne csak szíj!